Szép napot srácok, Torsó Balan, és ez egy újra The Binding of Isaac Afterbirth. Természetesen Isaac-kel játszunk, és természetesen egy ördögös kör lesz, ahol egy megablasztot szeretnénk majd összeszedni. Ahogy látom, ez egy Excel szint lesz, nem figyeltem a kiírásra az elején. Jó. Ha és amennyiben kapunk Soul Heart-ot, amit meg is történt, Bambót nem nagyon biztos, hogy el szeretném vinni. És ott kocka nélkül is tudok rerollolni, úgyhogy rerolljunk itt. Nyilván innen nem kaphatunk majd meg a blastot, az csak is kizárólag az ördögtől lehet majd összeszedni. És amúgy egyébként nem is 100% hogy az az egyetlen item, ami hiányzik, viszont 100% hogy az hiányzik, úgyhogy arra fogok ráhajtani. És hogyha majd megvan, akkor te elkezdhetek gondolkodni azon, hogy mi hiányzik még. Nem tudom, hogy ez a karma item az, amit feloldottunk Keeperrel legutóbb, hogy ez valóban egy item-e és kell-e a 1100%-hoz majd. Bombák ezek hasznosak, ugyanis a reroll machine-nél el tudjuk majd őket szórni. Az elem az 1 plusz Soul Heart-ot jelent ugye a Book of Revelations-szel, hogyha rászorulnánk. Egyelőre még nem, bár kétszer sérültem egy olyan szobában, ahol egyszer se kellett volna. Úgyhogy nem kezdtünk túl jól. Mert én nem kezdtem túl jól, hogy magatokra vegyétek a királyi többesemet. Oké, fél Soul Heart. Természetesen jobb dolog lenne a elemet a kockával használni, és nem a Book of Revelations-szel. De az ördögszoba mindennél fontosabb, ahogy mondtam. Ott van egy tüntődrág, csak ez egy olyan szoba, ahol elég nehéz úgy kirobbantani olyan helyről, hogy végül ne sérülje bele, és ugye nekünk bombák azok rerollokat jelentenek. Elég szomorú lennék, hogyha egy ilyen szintről sem tudnánk egy jó itemet összeszedni, ahol van az egyik itemben egy reroll gép, a másikat meg a kockánkkal tudjuk rerollolgatni. Mivel van elem, ezért elmehetek most elhasználni a kockát, de biztos, hogy az a második boss utánra kell, hogy legyen töltésünk. Ja. Egyelőre nem vagyok lenyűgözve a Troll Engine-től. Mondjuk lehet a hasas kör kicsit kimerítette. Fú, ilyen a szobának mennyire örülnék Keeperrel. Menjünk vissza a tűzhöz. Nagyon szeretik ezek a legyek. Legalábbis legyilkolni magukat rajta, az mindenképp. 6 cent, az még nem elég egy itemre a boltból, és azt is hozzá kell tenni, hogy még kulcsunk sincsen. Ami ugye alapból kéne a bolthoz. Már nem lehet olyan sok szoba hátra. Úgyhogy lassan-lassan megküzdünk majd az első bosszal, aztán gondolkodhatunk azon, hogy mit is fogunk kezdeni az itemekkel, amik rendelkezésünkre állnak, illetve item pedestal-ökkel kell. Nem tudom, melyik a helyes rag. Mivel egy angol szót próbálok ragozni, és ilyenekről nem igazán szól magyar nyelvtan szabály, legalábbis nem tudok róla. Bár az angol szavaknak is van hangrendje, úgyhogy végül is akár még rá is lehet húzni a magyar nyelvtan szabályait, de ezt most inkább hagyjuk. Elég nagy baj. Pont nem lesz D6 töltésünk. Nyilván egyik boss sem fog bebuggolni és dupla töltést adni nekünk, úgyhogy próbálkozzunk meg a Secret Room-mal. Néha ott is van ellenfél, és ott is tudunk charge-ot szerezni. Meg hát amúgy is szeretném megnézni a Secret Room-ot, ami nem itt van. Oké. Ne veszítsük el a fél Soul Heart-unkat, ahogy mondtam, az egy nagyon fontos dolog, hogy megmaradjon. Most rerollokat szórok el.
De bőven megérte, és itt van egy tinted rock is. Mert egy small rock van, lehet fel tudtam volna új robbantani, hogy ez a kolléga is belerobbanjon. Lehet, hogy kaptunk volna 5 centet, és tudnék valamit venni a boltból. De ebben a mondatban túl sok volt a lehet. Inkább őrizzük meg a kulcsunkat a következő szintre. És őrizzük meg a pénzünket is egyelőre. Femin nem kéne, hogy meglepje minket, hiszen használtam egy Book of Revelations-t a szinten. Úgyhogy itt biztos nem kell majd rerollolni. A Orbital az egy hasznos dolog. Úgyhogy... valószínűleg majd ezután a boss után föl kell vegyem a... az elemet. Nem esik túl jól egy szoba töltésként elhasználni az elemet, de hát... fontos. Aztán, ha Krampus lesz az ördögnél, akkor szomorúak leszünk és sírunk. De mi megtettük, amit meg kellett tenni. Nyilván nem tudhatom, hogy mi van az ördög szobában, és hogyha item van ott, akkor mindenképpen kell a töltés. És ahogy mondtam, a jó itemeket is rerollolni fogom. A szent cél érdekében. Persze, ha többet nem tudok rerollolni, és van ott jó item, akkor el fogom vinni. Meg hát egy itemet alapból is érdemes volna, hogy fixáljuk az ördög szobákat. Egyelőre úgy tűnik, hogy megkapjuk, talán Lilhor nem fog kétszer eltalálni, bár... akár még erre is képes vagyok rosszabb napjaimban. Próbálom agresszíven használni a Cube of Meat-et, és valószínűleg ez lesz a vesztem, úgyhogy inkább abba hagyom a próbálkozást. Smorrákkal így is elég DPS-emnek kéne lennie, hogy minden probléma nélkül megöljük Lilhorn-t. Ez egy range-up, egyelőre nem csinálunk vele semmit. Guppy's Paw-t elvisszük, és tudjuk rerollolni utána is. Ezzel egyből fixeljük az ördögszobákat, és egyharmad Guppy is vagyunk. Maradékot rerolloljuk. És mivel többet, ahogy mondtam, nem tudok rerollolni, ezért elvisszük őket is. Elvisszük a range-upot is, mivel itt már biztos nem fog tudni rerollolni. Azt hiszem Lil Loki lesz a másik itemünk, és a másik item roomban pedig bombával majd reméljük, hogy pörgetek ki magamnak valamiféle health upot akár. Hát leginkább arra lenne most szükség. Kétharmad Guppy az egész cuki basement 2-n. Jó. 5 cent az kell. És ezt vegyük föl, mert ez egy könyv. Így növeljük a könyvtár megjelenésének esélyét a későbbiekre. Egy jó itemet sem láttam item roomban, és az utolsó sem igazán jó, de... hát most ez van. Mert az item roomok retteltesen csalódást keltőek eddig. És hát hozzá kell tennem, hogy alig van HP-m. Úgyhogy próbáljuk meg megtalálni a Super Secret Room-ot, hát ha van ott egy Eternal Heart. Nem igazán van jó tippem arra, hogy hol lehet, és ugye csak egy bombám van. De talán itt lenn lesz. Sikerült félrerökni véletlenül. Úgyhogy majdnem fail lett a vége. Néha szarkupacokból is lehet kapni Soul Heart-ot. És ugye nekünk trinketünk miatt érdemes is szétsírni őket. Hát nagyon-nagyon-nagyon kevés HP-val folytatjuk körünket. De amint az sikerül orvosolni, szerintem itt nem lesz gond. Nagyon erős két szintet zártunk a borzasztó item roomok ellenére is. Megint Excel szint. Nem tudom, mivel érdemeltem ki. Oh. Nem tudom, mi robbant rám, valószínűleg a fruitcake-es könnyem. Ez az egyik oka, amiért nem szeretem ezt az itemet.
Azt hiszem, itt a méregtócsák egy egészet sebeznek, úgyhogy legyünk óvatosak. Vagy kezdhetem előről az egészet. Ez a champion, az gyorsan öljük meg. A többi csak felett sebez. Ami baj lenne, mert piros szívsérülés, de legalább még nem halok bele egyből. Úgyhogy lehetne rosszabb is. Tüskék is egészet sebeznek. Mindenhol a halállal nézünk szembe, kb. Minden szobában ilyen kis HP-nál. Oké. Hát egy health up van itt benn. Jó. Oké, ez egy baj, mert... Na, toljuk el. Reménykedtem benne úgy jön, hogy piros ládás item poolból kapunk valamit. Hiszen akkor elég jó eséllyel gapikká váltunk volna. Ezek is egy egészet sebeznek. És azt hiszem a robbanás is, amit a fruitcake-es könyv csinál. Úgyhogy... Gondok. Gondok azok vannak. Nem ölhetem közelről őket. Ott kaptunk a, megint csak a fruitcake miatt egy Black Heartot a lehető legjobbkor. Remélem, hogy ez nem bad trip. Bármi más, oké. Okay. Jó, volt pár nehéz pillanatunk. Úgy tűnik, hogy legalábbis egyelőre a problémáink megoldódnak. Köszönhetően a random fekete szíveknek. Ugye a fruitcake miatt néha lövünk mérgező könnyet, és amikor akkor meghal, akkor van esély. Meghal az ellenfél, ami a méreg hatás alatt áll, akkor van esélyünk Solar, illetve Blackheartot kapni. Egyelőre a Fruitcake több HP-t adott, mint amennyit elvett. Hát Trinket ide vagy oda, nyilván nem fogom ezt az itemet megtartani hosszabb távon. Uff, oké. Okay. Ne üljük közelről ellenfeleket, ahogy mondtam. Nem tudom felidézni, hogy van-e eddig piros szívsérülésem. Voltunk-e fél piros szíven? Talán még pont nem. De az előző szinten amúgy is kaptunk ördögszobát, szóval alapból kisebb az esély, hogy majd ezen a szinten is fogunk. De azért reménykedni szabad. Az biztos, hogy a bosszon szinte teljesen kizárható, hogy piros szívsérülésem lesz, mert ha az lesz, akkor elég nagy valószínűséggel meg is fog halni. Melyiket érdemes rirollolni? Hát próbáljuk meg a challenge roomot. Igazából tök mindegy, hogy mindkét item egyaránt haszontalan. Virgo az jól jön. Ez a rohadt Flaming Tears. Meg kell szoknom, hogy lőjek, amikor nem muszáj. Szóval... Jól jött az a... Vagy jól jön ez a Virgo, ez biztos. És mindenképpen jobb, mint a Poop. De továbbra is ez a, eddig a leghasznosabb item, amit item room poolból kaptunk. Ez azért elég nagy baj. De még van egy item room a szinten, még a másik item roomban is van item. Úgyhogy hát elemeket szeretnék jó sokat látni. Persze a Troll Engine nem sűrűn törődik azzal, hogy én mit szeretnék látni. Jó, ez minden bizonyal a bolt. Bár lehet könyvtár is, mert vettünk fel egy könyvet az előző szinten, de ez a bolt. Ez a Bad Gas, arra emlékszem, ez egy 3 centes reroll, amire jó lenne, ha emlékeznék, amikor a kocka feltöltődik. Oké, okay. Humbling Band nagyon hamar meg fog térülni. Blank Card az egy jó item.
ahogy a kristálygömb is, de hát nekünk kockánk van. Virus. Első sokkal jobb, ez egy tier delay minusz, tehát nem tier zap, hanem annál jobb, mert a cap fölé tudunk menni. Jó, minusz 1 HP, az egy champion volt. Picit azért lehet, hogy óvatosabban kéne itt ezekkel bánni. Menjünk rerollolni az item roomba. Utána 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, pont nem lesz megint töltésünk. Ha csak nincs greed a secret roomban. Amire van esély, ez egy Excel szint, tehát Caves 2-nek számít. És ugye a boltban nem volt. Lehet, hogy mégis lesz. Attól is függ, hogy... ez... itt pont nem jönnek jól a robbanó könnyeim. Wow. Nem tudom, hogy minek köszönhetem, hogy ott nem sérültem valamelyik orbitalomnak. Vagy Guppy's Hairballnak, vagy valaki másnak. Előbb rerollolni kellett volna, utána megcsinálni ezt a szobát, de még úgyse lenne meg szerintem a reroll, úgyhogy igazából tök mindegy. Kivéve, hogy az a nagy szoba duplát ad, amire van esély. Hát nem kell egyből a bossra ez az item. Meg visszajövök érte, hogyha elhasználom a rerollt valamelyik boss itemen vagy az ördögnél. De hogyha valamilyen hatalmas csoda folytán mind a két boss item jó, és az ördögszobában ott van, ami nekünk kell, ez tényleg hatalmas csoda volna, akkor marad ilyen rerollunk, és ez esetben tudom rerollolni a Sámson láncát. Hát pont lett volna még egy reroll. Mondjuk ott van egy elem, úgyhogy tök mindegy, hál' Istennek. Mert effektíve egy rerollt így is buktam, de így is lesz még elég. Áó. Ugye már nem kaptam fekete szívet. Ja, hogyha azt az egy szobát megcsinálom, pont lett volna reroll, hát... pech. Ide biztos nem kell, elviszem a második szintű Cube of Meat-et. Aztán visszamegyek, felveszem az elemet. Ami egy hiba megint csak, hogyha lesz ördögszoba, és az ördögszobában pedig Krampus. De ezt megint csak ugye nem láthatom előre. Ó, Fallen. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, amíg nem halunk meg rajta. Sérülni már sérültünk, de ennyi még belefér. Oké, okay, Maw of the Void. Tudjuk rerollolni a Sámson láncát legalább kétszer. Ugye a boltban is van 3 centes rerollunk, ahogy mondtam, szeretnék nem megfeledkezni róla, és úgy tűnik, hogy sikerül abszolválni ezt a kis feladatot. Már van egy bombám, kicsit pazarlásnak tűnhet, de Magic Mushroom nagyon sokat jelentene, most a HP-ra is szükségünk van. Jó. HP. Maw of the Void is adhat fekete szívet, ugye, hogyha körrel lőjük meg az ellenfeleket. Általában elfelejtem használni, de most annyira nagy szükségem volna rá, hogy muszáj leszek. Ugye a következő szinte megint csak nagyon el kéne kerülni a piros szív sérülést. Reméljük, hogy most már így harmadjára zsinórban nem fogunk Excel szintet kapni. Öccent két kulcsér, számomra egy jó üzletnek tűnt. Még egyszer sem volt Greed Boltban, úgyhogy a következő szinten valószínűleg ő lesz, úgyhogy a pénzre olyan nagy szükségünk nem lesz.
Secret Roomok, illetve Super Secret Roomot megint már nem tudok keresni. Simát már ugye megtaláltuk. Szóval, egyszer sérülhetek. Valami hülye challenge-ra mentem rá véletlenül, vagy mi történik? Kaptunk három telibe vett Excel szintet egymás után. Nem tudom egész pontosan, hogy mivel érdemeltem ki. Rettenetesen bosszant és nem ürülök neki viszont. Ez a legrosszabb dolog, ami történt egy Isaac körben. És így azért elég pici az esélyünk arra a bizonyos itemre, amire annyira vágyunk. Meg hát mondjuk Gapira is nagyon pici így az esély, hiába kaptuk meg az első, vagy illetve a második szinten már két Gapi itemünket is. Ja, hát ez így idegesítő. Nem tudom ezt jobban kifejezni. Próbáltam használni a kört és beresérültem a random tier effektembe, megint csak. Hát akit tudtam, megöltem a körrel, megsérültem, úgyhogy viszlát ördögszoba. Nem aktiválódott a kör. Oké, nagyon közel vagyunk a halálhoz. 3 Excel szinten ez annyira azért nem meglepő. De nyilván szeretnék azért élni. Nincs fekete szív a koponyából se. Náljunk túl közel a tűzhöz. Hagytam el szívet, semmit nem hagytam el még a szinten. Meghaltam. Jó, hát amúgy sem volt nagy esélyünk arra, hogy meg fogom kapni a Mega Blastot. 3 telibe vert Excel szint után. Úgyhogy igazából maximum csak a győzelem öröméért érte volna meg folytatni, de a célunkhoz nem vitt volna közelebb az előző kör. Ebből látszik, hogy hiába vagy Isaac-kel, hiába van egy piszok erős első két szinted, ha úgy veszük, hogy két Gapi itemet szereztünk meg. És így is simán lehet, hogy nem lesz győzelem a vége, legalábbis velem simán előfordulhat. Valószínűleg nem lett volna muszáj meghalni az előző szinten, illetve hát a Necropolis szinten. Valószínűleg van olyan ember a Földön, nem is kevés, aki meg tudta volna oldani az előző kört is, de hát mondom, ahogy lelombozott a játék azzal, hogy egyszerűen nem volt képes egy sima szintet adni. És elvette a kedvemet attól, hogy meg a Blastot kutassak, mivel egyre kisebb volt már az esély, hogy sikerül megtalálni, ezért egyre rosszabbul kezdtem el játszani. Előfordul az ilyesmi. Még egy kört megpróbálok. Elég ciki lenne kétszer meghalni Isaac-kel egymás után. Bizonyos nézőpontok szerint Isaac-kel alapból meghalni elég ciki. Az biztos, hogy ez a kör sokkal jobban indul egy sima basementen. Mindenféle curse nélkül, bár igazából ilyen Curse of the Unknown meg ilyenekkel nem különösebben törődnék. Megint Femin. Most ugye nem volt Book of Revelations-ünk, úgyhogy ezt nem láthattuk előre, mint a legutóbb. Mondjuk ez talán a legrosszabb szoba, amiben Feminnel lehet küzdeni. Elég picike a hely. Nem akarok bombát használni Feminre, meggyorsítaná a folyamatot, az biztos. És leegyszerűsíteni ezt az egészet, de úgy vagyok vele, hogy inkább Secret Roomokra szórom majd el. Vagy hát Secret Room kutatásra.
Jonna, hogy jöttem kísérlés nélkül, ez számomra is rejtély marad. Bolog bandages-t és Cube of Meat-et sose szoktam rerollolni. Úgyhogy egyelőre megmaradt a kockánk. Igazából jó felé megyek, akkor valószínűleg akár többet is tudtam volna rerollolni ezen a szinten. De hát reménykedjük benne, hogy lesz egy nagyon jó item roomunk, és akkor nem is kell egyet se. Nyilván a Cursumot sem fogom kihagyni, hiszen piros szívsérülés itt még egyáltalán nem számít. Életerő utánpótlásom meg akad. Elszórva a földön. Ez a fekete szív egész hasznos lehet a következő szintre, illetve az a fél, ami megmarad belőle. Kivétel, hogyha itt van a Secret Room. Sajnos nem. Oké, legyünk okosak. Ezt vigyük el. Hiszen egy bombáért kapunk kettőt. És kettő nagyobb, mint egy, ez a mai tanulságunk. Dead Onion. Nem különösebben kedvelem. Lehet vele érdekes dolgokat csinálni. Kell hozzá shot speed meg range. Inkább az előbbi. De ugye Spectral Tears és Penetrative Shot, úgyhogy kettő az egyben. Cupid Zero plusz Ouija Board. Annyit kell érte fizetni, hogy nagyon kevés lesz ugye a range-ed. Secret Room esetleg, bár szerintem azt akartam mondani, hogy kis szoba mellett nem lehet, de nem ott vagyunk, úgyhogy tök mindegy. 25 cent. Oké. Okay. Starter deck. Oké. Okay. Joker. Oké. Okay. Jó, amit most csinálunk, az az, hogy farmolunk még egy kis pénzt, majd csomó piros szív. Akár health up-ot is tudunk majd kapni. Így van, a lehető legjobbkor. Meh. Ez egy elég gyér ördög szoba. Sokkal közel most se fogunk kerülni a Mega Blasthoz, legalábbis ezen a szinten biztos nem. Jó lett volna már az első szinte. Jó, mindegy, nem érdekes. Szóval az első szinten lefixálni az ördög szobákat. Viszont ilyentől kezdve van esélyünk angyal szobákra is, amit mind nem akarunk. Ez egy kisebb pech. Nincs elég pénzem egy bolt itemre, úgyhogy nem rerollolok a boltban. Volt ott ugye egy blue candle, ami nem egy rossz item, de én nyilván kockát preferálom mindig és mindenkor. Meg hát nagy szükségünk van a kockára, ez egyik oka, amiért állsz a kezem. Hogy neki van kockája és egyszerűbb, vagy hát nem is az egyszerű, talán nem a legjobb szó, de viszont nagyobb eséllyel tudjuk megszerezni a Mega Blastot. Elég ritkán fordul elő, hogy az ember bemegy az ördökhöz és úgy ott van. Ugye kártyákat ad a starter deckünk miatt, egyelőre nem rerollolom. Rerollra szükségünk lesz a boss után. Mivel az előző szinten már jártunk ördögszobában, ezért ezen a szinten már nem biztos, hogy lesz. Hogyha nincs piros szívsérülésünk, akkor sem. És nem érdekes, hogy az előző szinten Joker kártyával oldottuk meg a helyzetet. Ebből a szempontból legalábbis. És alapból nem is kaphattunk volna. Felmerülhetett bennetek a kérdés, hogy miért nem mentem vissza a boltba? Hát azért, mert az plusz egy szoba, ami plusz egy töltés, nem valószínű, hogy lesz szerepe, de adjuk meg a lehetőséget. Meg hát mondjuk Hermit kártyával akár, nem mindegy.
nem volt jelentősége. Inkább elrontom a bosshoz, ahová kell a D6. Vagy valószínűleg kell. Oké, hát ez egy elég passzív monstró volt. Ez egy nagyszerű item. Shotspeedre mondtam, hogy szükségünk van, és plusz még damage-et is kaptunk. Ez egy tripla reroll lesz. Pont az, amit szeretnénk. El kell vinni mind a hármat, valószínűleg már nem fogunk ide visszajutni. A pentagram az ugye plusz ördögszoba esély, nem csak damage-a. Úgyhogy aztán a legjobb fogás Megablast szempontjából most. Az ördögtől. Két centet kéne valonnan szerezni. A rerollhoz. Meg ugye még Curse Roomba is kéne, mert megint csak borzasztó kevés HP-n van. Úgy tűnik ez lesz ma a mizéria. Úgyhogy az első szinten még health up-ot is kaptam. A DPS-ünk az viszont nagyon jó lesz, ugye a Dark Matter is damage up, ugyanannyi mint a Small Rock többek között. Ó, wow, hát ezért nagyon megérte. És ebben most nem volt semmiféle szarkazmus, ezért tényleg nagyon megérte, hiszen van egy item az item roomban, amit szeretnék rerollolni. De okos lennék, ezzel mennék tovább és nyernék. Szinte garantáltan. Így csak kaptunk plusz egy HP-t, ami egyáltalán nem jelentőség nélküli. Teljesen üres a Donation Machine. És nekünk kéne 2 cent. Hát maximum ebből a szoborból. Secret Room lett volna a másik tippem, de fogalmam sincs hol. Mint hogyha a bolt mellett már próbáltam volna, bár nem vagyok benne biztos. Hát lehet, hogy mégse, lehet, hogy jobb ötlet lett volna, de... Egy rolltól megint elesünk. Nem vagyok ma legjobb formában abba tekintetből, hogy lehetőleg okosabban és leghatékonyabban használjam ki a rerollokat. Mondjuk a Compass sokat fog segíteni. Etéren. Oh wow. Venni egy Blood Donation, mert ez haszontalan Dead Onion-nel, ahogy mondtam. Ezt az effektet már birtokoljuk. Úgyhogy ez egy reroll kandidáns. Valószínűleg meg fogom csinálni, csak egyre még nem vagyok benne biztos, hogy most akarom a charge-ot. Nem tudom, hogy jön ki pontosan a boss szobára a D6 töltés. Na, bemehetünk, mert miért ne? Két nem túl jó item, Piggy Banknek nagyon örülnék Keeperrel. De ez hál' Istennek már nem Keeper. Nem kell örülnöm ilyen itemeknek, mint a Piggy Bank. Kell csinálnom még 2 szobát. Megcsináljuk a challenge roomot. Mint az egyik a 2-ből. Igen, a DPS-ünk jó. Rotten Baby is rengeteget segít. HP kicsit kevés, és még most is fogok az ördögnél bevásárolni, hogyha kapunk ördögszobát. Akkor meg aztán végképp. Curse Roomba is megyünk majd. Nem érdekes, hogy nincs HP-nk. És 2 szinten is láttuk már az ördögszobát egymás után. Az előző szinten láttunk 6 ördög itemet az item poolból. Nincs még special itemünk sem, úgyhogy... Hát nem tudom. Kezdésnek jó volt. Hogyha mi megablasztot akarunk szerezni, de... Mint mondtam, az nem is biztos, hogy egyáltalán benne van az ördög item poolban. Ó, megint kaptunk ördögszobát, megint van itt item, kár, hogy csak egy. Ez egy special item, ami azt jelenti, hogy ha elviszem, mert legszívesebben ezt tenném, akkor csökkentem az esélyét a megablasztnak, legalábbis
Én így tudom, hogy ez így működik. És ugye ez így működik, akkor rossz ötlet lenne elvinni nagyon. Nem volt a boltban véletlenül Soul Heart vagy valami? Nem, de volt egy reroll. Inkább a boss itemet rerollom szerintem. Na, akkor is, hogy a speed up fontosabb. Vagy hát hasznosabb. De itt több esélyünk van health upot kapni, amire igazán szükségem van. Ahogy ez meg is történt. Jó. Hát a kör egyre... nem is biztosabbnak, de egyre biztonságosabbnak tűnik. Jó DPS, némi defenzíva, ugye a ball of bandages miatt. És most már HP-nk is van. Egy elfogadható mennyiségű. Úgyhogy... mondjuk... ha sok ilyet csinálok, akkor ez hamar változni fog. Eléggé kétlem, hogy még egy rerollt össze tudunk hozni. Akár. Akár. Úgyhogy a Secret Roomban greed van, bár az lehet, hogy itt nem lehet még, csak képsz kettőtől. Viszont úgy tűnik, hogy pont lesz még egy szoba, ahol talán lesz még ellenfél is. Ah, hál' Istennek. Szóval... visszamegyek a boss szobába, megnézem, hogy itt van-e a ördög szoba valamilyen csoda folytán. Köszönöm. Ha nincs, akkor visszajövök az item roomba rerollolni, talán bemegyek a curse roomba, bár elég kevéske HP-m van. Curse room mellett nincs secret room, ez biztos. Ahogy látom, nincs nyitva. Nagy mák lett volna. Szerintem az, hogy alapból kaptunk, az is nagy mák volt, bár ugye van nekünk pentagramunk, ami azért segít. Plusz egy item az ördög item poolból, ami ott már nem fog megjelenni. Ebből a szempontból ez egy jó hír. Fogalmam sincs, hol lehet. Inkább megőrzöm a fekete szívet, bocs, curse room. Ha kétharmad gapinál tartanánk, mint az előbb, vagy valami ilyesmi, akkor biztos, hogy bemenné. De így nem érzem. Na, mindegy. Véleményem gyorsan változott. Ez egy röpke 4 Soul Heart-os Secret Room volt, plusz egy Empress kártya. Nem kapunk kb. Semmit. Ja, konkrétan semmit. Ez a 2 cent az... nálam kimeríti ilyen helyzetünkben a semmi fogalmát. Jó, mehetünk tovább. Tudjátok mi? Hát kaptunk 5 centet egy Soul Heartért, megint csak nem érte meg. Bár lehet, hogy a következő szinten meg tudjuk csinálni ezt a cserét csak visszafelé. Ez esetben meg tök mindegy. Sima caves, nem kéne, hogy gond legyen. Lenne elég bombám elkezdeni rommangatni a gombákat Magic Mushroom miatt, de hát nincs egyetlen egy se. Mármint bombánk, nem gomba. Meg ott hagytam pénzt, ha jól hallottam, talán egy nickelt. Mert az csak egy sima cent volt, de itt hagytam. Már nincs meg a poop trinketünk. Az is az előző körnek a része volt. Ilyen rohadt messze van az a boss. Lehet, hogy nem is erre. De erre. Hát fogyogat a HP-m. Elég ciki.
meg rámásztam a takonyra. Talán inkább a Hamling Bundle-t kéne megint csak. Meg hát van megint 3 centes roll. Nem sok charge-ot bukunk. Talán egy fél kockányit. Jó. Kördi egy igazi DPS tesztelő. És ha Demon Baby is lő, Rotten Baby is, Kamikaze Fly-ok is agróznak, és még mi is folyton eltálljuk az ellenfelet, azért nem állunk olyan rosszul. Szívesen elvinném a Markot, de... Szívesen elvinném a Succubust, ami az Incubus egyébként. Az a baj, hogy ő már a harmadik falavarunk lenne, és így nagyon le van maradva, és nagyon rosszul célozna. Guppy itemet most elkezdeni, viszont aztán tényleg semmi értelme, vigyük el az Incubust. Úgy tudom, hogy az nem special item. Úgy tudom. Ne fizessetek erre a kijelentésre túl nagy készpénzben, de én... Azt hiszem, hogy... Csak Lil Brimstone az egyetlen follower, aki special. Így jó ötlet volt elvinni az Incubust, mert... Két borzasztó erős és borzasztó nagy könnyet fogunk lőni. Megint csak HP-m nincsen, már vagy nem tudom, vagy 6-ot odaadtam az ördögnek. És egyiket sem a Mega Blastért. Incubus egyébként jobb item, mint a Mark értelemszerűen, nem is kicsit. És objektíven nézve megérte a reroll, csak nem ez volt a cél elsősorban. Két Empress kártya. Egyikre sem megyünk túl sokra. Szóval jó lenne a Humbling Bundle-t megvenni, a 3 centes rollt. Plusz még a Soul Heart-ot is, mert nem nagyon van HP-m, és ez elég nagy baj ebben a játékban. Ja, szűken állunk. Meg tudom venni a Soul Heart-ot és a Humbling Bundle-t is. Rerollnak olyan nagy szerepe nincs, amikor nincs mit rerollolni, és amúgy is van elem a földön. Nem lesz könnyű ebből a körből bármit is kihozni így. Kicsit túl agresszív vagyok megint az ördög szobával. Nine volt sem rossz egyébként a D6-tal. Szerintem akár mehetnénk is tovább, hiszen nincs mit rerollolni. Az a felső szoba annyira nem izgat. Vagy kéne? Oké, nincs secret room, még talán itt fönn lehet. Nem? Akkor majd talán itt fenn. Ó, megérte visszajönni. Vagy hát tovább menni. Az előző szintből kiindulva megéri meglátogatni a Secret Roomokat, hogyha az embernek van starter deckje, de... Most annyira nem vált be. Bár az Eternal Heartért, ahogy mondtam, megérte még legalább azt az 1-2 szobát megcsinálni plusz be ezen a szinten. Mehetünk tovább, nehogy véletlen elbukjam. Ezen a szinten szerintem kaptunk mi 2 health upot is. Ugye egyet a bossból, meg egyet az Eternal Heartból, szóval megtérült az Incubusnak az ára. Nope. Lehet, hogy a boss felé kéne menni inkább, de most már mindegy, elhatároztam, hogy erre megyek. Azért a Necropolison már elég nagy ahhoz, hogy föltöltsük a kockát majd még egyszer. Van 2 piros szívünk és 1 kék. Wow. Ez egy csomó rerollunk. Vagy már van is.
Ja, ezt rolloljuk, azt pláne rolloljuk. Rossz pénz, hát 6 kulcs. Volt már jobb is, de volt már rosszabb is. Reroll megint. Na most szerintem elindulhatunk a boss felé. Meg lesz a töltésre, ugye továbbra is az a cél, hogy mindig legyen töltés az ördögszobára. És eddig mindig kaptunk is ördögszobát, úgyhogy mákunk volt ezzel kapcsolatban. Nincs több bombám. Már valószínűleg azért lesz Hamlin Bungle-lel. Oh, Greed! Ez még nem az utolsó volt, legalábbis én úgy tudom, így van. Úgyhogy... ez nem annyira rossz hír, ami itt történt. Utolsó boltra lesz elég pénzünk. Kedves Loki! Au! Most ezt nekem föl kell robbantani, mert nem tudok kimenni. Sajnos nincs ördögszoba, viszont legalább kaptunk egy health up-ot. Nem volt piros szívsérülésem, úgyhogy most nem rajtam múlt, kivételesen. Nekem minden a Black Lotus jobb. Ha megablaszt a célom, akkor nekem ezt a Forget Me Now-t el kéne majd használni. De előbb próbáljunk meg kihozni valamit az item roomból. Egyébként most esik le, hogy a Polyphemus milyen jó kombó Rotten Babyvel. Elképesztő sokat sebeznek a legyek. Hát jó, már véletlen kinyitottam akkor. Wow. Hát a DPS-ünk az jobb, mint a legtöbb kör legvégén, már most. Úgyhogy ebből a szempontból semmiképpen sem érheti panasz a mai napot. Ezt max fölrobbantatnám, mert hogy játszadozásra nincs időm, az biztos. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy a troll bombáktól már nem kell tartani, mert sima felvehető bombákkal változnak. Mivel fél Soulhearton van szerintem, hogyha a robbanás nem egy egész sebzet, ezért szeretném azt megőrizni a következő szintre, ami hát ugyanez lesz. Mivel most nem kaptunk ördögszobát, ezért ugyanezen a szinten, ami mégse ugyanez a szint. De nem akarok lemondani a D6-ról. Storno. Ez az egy szinten kapnánk pluszba még mondjuk 2, max 3 itemet. Még azért a D6-tal általában ez több plusz itemet jelent egy pedestal. Vagy egy szint. Úgyhogy rossz ötlet lett volna. Nem tudom, miért a Cursing felé jöttem, amikor nem akarok oda bemenni. Ugye lesz elég kulcsunk. Biztos Soulheart, szóval... az biztos, hogy egy ötös... Dice Room-ot azt viszont bepróbálnék, akkor ugye nem kell lemondani a kockáról legalább. Jó. Természetesen elvisszük. Mindent elviszünk, ami HP, innentől kezdve csak azzal kell törődni. Jó lenne elkerülni a piros szívsérülést, ez nem lesz könnyű, igen, ez a szoba, ez nem az a szoba, amit ha nem tudsz repülni, akkor olyan nagyon egyszerű lenne lehozni piros szívsérülés nélkül. Sajnos az utolsó boltunk sem jó. Hát ez esetben amit tehetek az az, hogy a
Wombra, illetve Womb 2-re hagyatkozom majd. Az ördögszobát tekintve. Nekem aztán tök mindegy, melyik trinket van nálam. Sajnos nem Dice Room, csak egy halom pénz meg Consumables. Nos, ha bemehetünk a Curse Roomba is, valószínűleg belefér ennyi. Nem tudom, miért pazaroltam el két kulcsot. Ezeket a Soul Heartokat el kéne vinni majd bossra. Necropolis 2-n a Pandora az egy csomó pénzt ad csak. Nyilván rerollhattam volna, nekünk kell a reroll. A boss utánra. Hiszen pentagrammal, hogyha lehozzuk a boss sérülés nélkül, és ugye az előző szinten sem kaptunk ördögszobát, azért elég jó esélyünk van arra, hogy most fogunk. Még ha nem is annyira jó, mint hogyha az egész szintet lehoztam volna sérülés nélkül. Ugye a boltban nem volt reroll, tehát elem. Úgyhogy ez volt az oka annak, hogy nem rerolloltam a Pandora szelencéjét. Anya elég hamar meghalódott. Sajnos most sincs ördögszoba. Jó lenne egy Goathead egy olyan körre, amikor az ember megablasztot akar farmolni. Ez lenne talán a minimum elvárás. Talán az lenne a legjobb, hogyha Lost per Keeper metódussal. Sajnálom, Death kártyánk. Szóval Lost vagy Keeper metódussal valahogy megoldanám, hogy az első szintek valamelyikén kapjunk egy Goatheadet. Hogy tudom, hogy az első két szinten nincs Goathead, valami piros ládában, vagy az első körszomban akár, akkor nem megyek tovább, mert fölösleges. Csak most akartam egy ilyen, egy olyan kört, ahol ez nem szempont. Nem csak simán játszom aztán, és megpróbálok úgy játszani, hogy lehető legnagyobb esélyt adjam meg magamnak a Mega Blastra. Egyébként, hogyha az elején ugye megkapjuk a Goatheadet, még akkor sincs semmi garancia arra, hogy a Mega Blast benne van az item poolban, ahogy mondtam, úgyhogy ez sem jelentene semmit igazából. Legalábbis ebből a szempontból biztos nem. Végre ördögszoba. Dupla itemmel. Hát jó. Legyen. Az a baj, hogy nyitva van még. És még mindig, nem kezd volna elvinni a Brimstone-t, ugye? Mentségemre legyen szóval, hogy nagyon-nagyon rég játszhattam Brimstone-nal, és már hiányzott. Azt hiszem Polyphemus-szal elég masszívat fog sebezni. Bár az például ebben a szobában totál lényegtelen, hogy mennyit sebzünk. Hát te ott maradsz. Totál haszontalan kártya. Mennyire örültem volna egy Jokernek. Hát ezzel sokat nem tudtam tenni, de legalább fölrobbantott egy olyan tinted drakot, amit valószínűleg amúgy se vettem volna észre. Igazából nem buktam semmit, piros szívsérülést ugye nem jelentett. Nekem még kell egy szobát csinálni. Az előző szint ördögszobájának margójára még annyit mondanék, hogy hát nyilván nem tudhattam, hogy nyitva marad az ördögszoba, úgyhogy azért vittem el a Brimstone-t. Ami valószínűleg special item. Majdnem 80%-ig biztos vagyok ebben. Oké. Azt mondom, ez az első gapi itemünk. Humbling Bundle-le nem kéne gondot okozzon az, hogy innentől kevesebb kulcsot fogunk kapni. One-shotoltuk itt Leafs-t, ez szép.
Hát ilyen tökéletesen Max Joker kártyában bízhatunk. Megint csak könyvtár, megint csak megpróbáljuk kimaxolni. Tehát nem megint csak, nem tudom, hogy az Rebirthben nekem mikor sikerült utoljára, szerintem több tucat rész eltelt már azóta. Ha sikerült egyáltalán. Wow. Gyors halál volt, kedves Pestilence. És ugye hozzá kell tenni, az Incubus a testsebzése 100%-át osztja le. Tehát ő is ugyanazt a kimaxolt, polyfémaszos brimstone-t lövi, mint mi. Csak néha nem oda, ahová kéne. Néha meg pont oda. Oda? Oda. Már reméltem, hogy ez egy Perth Throw. Nem veszem fel a Steam Steel-t, mert szeretnék kapni a következő szinten is, hogy legyen mit rollolni. Ugye a Gabi Farka többek között ezért egy nagyon hasznos item. Csomó egy plusz tucot jelent majd a ládában. Reménykedtem kulcsokba, ez nem volt túl okos. Azt hittem, hogy az egyik kamikázi, illetve az egyetlen kamikázi legyen majd megöli a pókot még időben. Most is ugyanezt hittem, hát nem kéne bíznom abban, amit más csinál, csak abban, amit én. Ez nem lesz elég közel, de még éppen. Irány a könyvtár, lehet, hogy kimaxoljuk a katedrálist, olyat is rég csináltam utoljára. El kell tolni a Bibliát Isaac-en és megnézni, hogy megpusztulok, mert ez pont azt csinálja. Hát igen, ennyire OP nagyon-nagyon-nagyon rég voltam már. Ezért az előző, ami tényleg elég jó és OP Keeper kör, nem arról fog megmaradni, hogy ilyen csuda sebzésem volt, hanem arról, hogy talán a legjobb defenzíván valaha. Hogyha az ideálisnál egy picit nagyobb hitboxot nem számoljuk. Szegény Wrath nem szereti ezt a trinketet. Wow. Hát ez a Brimstone-nal az egyik legideálisabb szoba volt. Ellentétben Pestilence-re, ami nem egy ideális ellenfél. Most persze olyan sűrű, már nem kapok elemeket, pedig jó lenne. Úgyhogy kapok a ládában is egy könyvtárat, azért az megint csak elég hasznos és jó dolog volna, főleg, hogyha négy könyves könyvtár lenne. Oké. Van Compassing, hogyha a Mind nem annyira jó, de nem kifejezetten rossz. Ilyentől kezdve minden egyes könyvtár item roomként funkcionál majd. Felvettem azt az egy könyvet, ami még ott van. Azt hiszem nem kell már Rebirthben. Csak az elsőt. Ami ugye nem csak hogy arra jó, hogy kiveszi az item poolból, hanem hogy jobb esélyek vagy nagyobb esélyek látsz majd később könyvtára. Ha az első könyvet felveszed. Nem nagyon lesz meg már ez a reroll, menjünk vissza a könyvtárba, vegyük fel azt, ami ott van, és akkor biztosan ki lett maxolva. Hát, nem akarok ünneprontó lenni, de Isaac sem lesz egy túl nagy kihívás. Word az igazából teljesen haszontalan. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi a másik kártya. Legyünk okosak és ne rohanjunk, amikor senki sem sietett. Ez egy Empress, igazából eltolhatjuk Isaac-nél, miért is ne.
Az a baj, hogy leesett a Brimstone Charge-om. Na, Isaac azért tovább húzza. Egy nagyon picivel. Eltartam az Emperort a ládában, de ezzel elveszítem a fánt, amit a láda a kipucolása adna. Ami valószínűleg be fog következni. Gyere még Incubus, egy kicsit közelebb, úgyni. Chuck Torbin fogalma sincs, hogy működik Brimstone-nal, gondolom semmit nem csinál, az lenne a logikus. Légy, akkor nem. Mondtam, hiába ver az ember másra. Az is lesz egy cucc még pluszba. Nincs könyvtár sajnos a szinten, szóval kb. Tök fölöslegesen fulloztam ki az előző szinten. Mondjuk kaptunk egy mindot, ami azért valami cske. Tehát amúgy is félrem a chestet, akkor végül is olyan nagy haszna nincsen neki sem. Nem tudom, hogy a Chuck-lát még mit csinál Brimstone-nal, azt tudom, hogy a Flash-es Isaac egyik legrosszabb kombója volt. Az takony van a földön, arra vigyázzunk. Úgy derültem volna, hogy a földön az ördökhöz, és hát tudjátok, mi várod bennünket. Nem volt ilyen szerencsénk most. A legközelebb. Vagytok még? Oh, vannak. Ez egy sima szoba kéne, hogy legyen a következő, amit kipucolunk, mert a nagyobb az dupla töltést ad. Már semmit nem veszek fel, ami valóban nem éri meg. Nyilván itt nem kaphatunk meg a Blastot. Nem. Mind a kettő egész jó, minimást meglehetősen szeretem. Csak most nem szorulunk rá. Kapunk valami Monstrous lángot vagy ilyesmit, na az lenne valami. Hát igazából ezt elvihetjük úgy se jut. Elég rerollunk arra, hogy ezt is tudjuk újra generálni. Ezt fölrobbantom, az plusz egy item. Ez az. Oké. Két szoba. Ez azt jelenti, hogy azt a... csinálok meg ezt, ez közelebb van, és csinálok meg a boss előtti. Sajnos nem kapunk ládát, nem kaptunk. Azért kaptunk egy párat, nem panaszkodom. Úgyhogy a gápi farka működik egyértelműen. Voltam már Secret Roomban, nem tudom miért kerestem ott, ahol tudom, hogy nincs. Abelt is felvetném, de hát ő aztán tényleg a haszontalanság szobrát róla lehetne mintázni. Az nem egy Joker, hiszen az piros hátoldalú lenne. Ez egy full, ami teleportkártya, csak nem oda és úgy teleportál, ahova szeretnénk. Godsflash megint csak egy fun item, nem tudom Brimstone-nal mennyire az, vagy mennyire működik. Brimstone-nal, ami tudom, hogy működik és nagyon fun, az a Monstrous Lung. Azt hiszem a Rubber Cement is. Vagy ha már itt tartunk, akkor a Sad Bombs például. Oké, hát a nagy szoba az sajnos nem egy szimpla töltés, úgyhogy pazarulunk egy picit.
Hol vagy? A lustaság fájna. Nem is biztos, hogy közelebb volt, csak közel megtűnt, és ez nekem már bőven elég. Na, hogy itt Harlequin Baby csak megsértődik. Nem is Harlequin Baby, hanem Headless, de... Lehet, hogy ezen sértődött meg, hogy már nevét se tudom. Hát jó. Ennyi lesz. Majdnem teljes katedrális és teljes... Ó, oh, Seraphim. Szóval teljes chest clear után is végzünk kevesebb, mint 40 perc alatt. Nem tudom, miért ilyen hülye a fejem, hogy kb... De nincs arcom. Most nézek lefelé. Arctalan. Na jó, hát köszönöm szépen a figyelmet már a srácok. Sajnos semmivel nem lettünk közelebb ahhoz, amit szeretnék, de... Így azért másodjára egy egész jó kis kört hoztunk össze. Innen folytatjuk majd legközelebb. Minden jó. Sziasztok!